Harmadszor is beköszönök, szerda, nem kedd. Kedd van és 3 óra, és a poncsa tolja be a póthajat a hajamba, mert én megyek egy eseményre, ilyen esemény, majd fogjátok látni. Közben sminkelem magam, mert közben haladni kell. Haladunk, haladás van. Ez nem napi vlog lesz, hanem ilyen heti inkább. Na, akkor lesz mit nézni. Szóval ez is ilyen heti vlog lesz, amiben majd bemutatom nektek a kedvenc kis otthoni fagyikámat, amit én készítek. Kinyomod az agyvelőm! Ja, mert ez nem így lesz, hogy itt lóg a saját rövid hajam, hanem majd így összetűzöm szépen, de... Jóó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 
A lényeg az, hogy most ment el az Aisha, és így mondom neki, hogy jó, hát én még most még egy kicsit chillezek, van egy és fél órám, de mondja, hogy 4 óra van. Szóval van 20 percem elkészülni, úgyhogy már nem tudok mit mondani, csak annyit, hogy nagyon sietek a DM eseményre, és utána akkor bejelentkezek onnan. Hát az outfitem az nagyon egyszerű. Egy sima farmer naci, egy fehér felső, meg egy farmer kabát. És akkor most befejezem, mindig mindenhonnan kések, és hát most sem vagyok időben, úgyhogy indulok. Megérkeztem a DM Beauty Workshopra, kaptunk is már egy alkoholmentes italt, viszont nem cukormentes, ez elég érződik. Mutatom, kivel vagyok itt, Palkó és Anikó. Én is elmondom most már akkor, hogy Anikóval nagyon-nagyon-nagyon én is vagyok egymást. És nagyon sokat szoktunk beszélni, de tényleg nagyon sokat beszélgetünk. Még hogyha erről nem is annyira beszéltem még, de nagyon-nagyon sokat beszélgetünk. Mindig, és most végre látom, nem először, már láttalak, nem? Nem. Ez az első. Ez az első, aszta! Aszta, minden. Aszta! Na szóval most érkeztünk meg, úgyhogy még semmit nem tudunk, kaptunk egy ilyen könyvecskét, amiben mi van, minden le van írva, hogy mi van. Minden is van. Minden info benne van. A gyengébe kedvéért térkép. Jó. Bár is szerintem itt meg... Itt meg a fókusz. Jó. Jó. Érzed? Nem. Wow. És akkor várj, ez most melyik? Ez a csirkés avokádos, Anika. Jó operatőr lenni? Igen. És még nem is ittunk alkoholt, úristen. Csirkés avokádos teker. Nagyon finom, csak mondom, hogy kommentálom. Nagyon jó. Nagyon szeretjük volna mindenképpen folytatni. Úgyhogy neki külön gratulálni. Hát, annyi lesz, azt fogom csinálni, hogy forszírozni fogok és googolni közben. Majd otthon is kipróbálom. Kaptunk egy kötényként is. Lesz az én menüm. Igazából nem, hazudok. Aha, gyertek oda. Már megettem 2 ilyen karamellás tartót, de még azért lehet benyomok egyet. Nyami! Itt le kell pakolni minden. Gyere ide, Palkot, csináljunk egy tésztesztet. Hát, eddig ettem egy rákos tojásmuffint, ami nem volt túl finom, de ez a... Ez én jöttem rá palacsinta tésztába. Jó, hogy menükárt is van. Csirkés avokádós tekercs. Ez fényes. Nagyon finom. Na, én itt dippelek.
kettőfélét mondtam. Zöldséges kínaja salátát. Ja. Kettőfélét mondtam. Az egyik egy sima limonádé, a másik meg szerintem egy grapefruitos, de ezeknél nincs kihívás. Melyiket szeretnél? De mindegy, azért hoztam kettőt, hogy választ. Akkor lehet-e valamit? Azt hittem, de igen. Ja, azt hittem most. Cheers! Tudni, hogy nem van cukorra. Ez is. Érzem rajta a cukrot. Érzem rajta a cukrot. Érzem a szirupot. A Csilla is megkóstolja ezt, amire én azt mondtam, hogy wow. Dehogy nem. Nem, ez jó, és ettem már ilyet, csak nem ebben a formában. De nagyon finom. Falkó szerint a mascarpone is jobb, de... Sokkal finom. Ezzel nem értek egyet. De sokkal lágyabb a textúrája. Másnap van, szerda, és ahogy ígértem, ma egy szuper receptet mutatok meg. Írjátok meg kommentben, hogyha reggel felkeltek, akkor mit kívántok jobban, az édes vagy a sós reggelit? Mert ezzel mindig tanakodok az összes barátnőmmel, és mindenki a sósat mondja. Én meg mindig az édeset, de általában én ilyen vagyok, hogy a nap folyamán 80%-ban csak édeset kívánok. Amiről igazából most szó van, az egy banánfagyi, de aktív fiber shake-kel fogom elkészíteni. Úgyhogy meg is mutatom, hogy hogy készítem a csokis fagyinkat. Ami kelleni fog hozzá, az hát mindegy milyen tej. Én mandulatejet használok, de volt, hogy kókusztejjel készítettem. Most mandulatej, fagyasztott banán, egy fagyasztott banán, itt most több van, ugye, mert hát nem egyet fagyasztok le. És ebben az esetben most a csokis Active Fiber Shake. Ebből a mogyi vaj volt, teszek bele egy ilyen puposabb táskanálnyit. Ez tényleg egy olyan recept, amit így minden nap elkészítek, és komolyan mondom, hogy ez az egyetlen dolog, amit minden nap várok, hogy tudom, hogy ezt elkészítem magamnak. A tejből ilyen 100 ml tettem bele, de... úgyhogy ilyennek kell lennie, most pedig betöltöm egy ilyen kis tálba. Ha egyet mondhatok, akkor az az, hogy ettől az ízkombinációtól nincs finomabb a világon, és ez így reggelire, vagy... hát inkább reggelire a banán miatt, de tényleg, hogyha napközben is valami nasi, akkor inkább ilyet egyetek, mint nem tudom, tényleg egy McFlurry-t vagy bármit, mert az is nagyon addiktív, mert ez sokkal finomabb, higgyétek el, imádom nagyon-nagyon. Ez az egy dolog, amit sosem fogok megbánni az életemben. Hűsítő, nagyon finom csokis, banános, és érződik benne kicsit a mogyiva is. Na jó, ezt most elfogyasztom, összeszedem magam, és megcsinálom az unboxingot, mert én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit kaptam tegnap. Tegnap kaptunk ilyen kis cuki hajpántot az eseményen, csak ott nem tudtam felvenni, mert póthajam volt, és nem akartam, hogy ugye kitépjem. Kezdjük a nívával, de most jutott eszembe, hogy én múlt héten is voltam egy níva eseményen, ahol az Urban Skin Detox új termékeket mutatták be nekünk. Ott kaptam ezt az új micellás vizet, egy perces detox maszkot, utána egy Good Night Detox sleeping maszkot, egy Peel Off Urban Skin Detox maszkot. Igazából kaptam még egy esti, meg egy nappali arckrémet, amit már azóta használok, és nagyon-nagyon imádom, szintén ez az Urban Detox családból. És akkor nézzük meg, hogy tegnap mit kaptam. Na, nem is kell messzire menni, nem kell kimennem a fürdőszobában, hogy nincs messze, csak itt előttem szárító, meg minden, mert ugye mostam, meg teregettem. Szóval erről beszéltem, ez a Nivea 3 az 1-ben Urban Skin Detox Clay Vasa, ami
ugye ilyen arcradírés. Ez egy ilyen agyagos arclemosós, és pontosan erről beszéltem, hogy ezt már egy hete használom, ugyanúgy, ahogy az esti meg a nappali arckrémet, és imádom. És akkor itt van az 1 perces Urban Detox Mask. Ezt még igazából nem próbáltam, ezt az előbb mutattam nektek, de annyira finom illatuk van az összes ilyen Urban Detox termékeknek, ilyen nagyon frissítő illatuk van. Ezt szeretem a nappali meg az esti arckrémben is. És akkor van itt két túlsfürdő. Ezeket például nem kaptam, tehát hogy ezekkel múlt héten nem találkoztam. Mind a kettő egy ilyen ápoló krémtusfürdő agyaggal, az egyik pedig ilyen levendulás és agavés, a másik pedig bazsalikomos és ginger. Nézzük, hogy milyen az a gyömbéres bazsalikom. Elég érdekes, mondjuk ezt így a polcról én nem venném le, az biztos, mert nem vagyok ilyen gyömbér bazsalikom rajongó. Viszont ez az agavés és a levendulás, ez nagyon ilyen friss, nagyon finom. Van ilyen öblítő. Ennyi volt a Nivás szatyorkában, aztán a L'Oréal-tól kaptam egy ilyen új rúst. Az a baj, hogy nincs ráírva semmi, de legalább itt van a neve, I Explore. Én ezt választottam, mert a többi ilyen nagyon bordó, meg piros, meg lilás volt, ha jól tudom. És hát tudjátok, hogy én meg inkább a barnás, nude színekhez hajlom, úgyhogy én ezt választottam, még egyszer I Explore. A Biobázaton is kaptam két terméket, aminek nagyon örültem, mert jövő hónapban már megyek tengerparthoz, és utána júliusban is, úgyhogy nagyon-nagyon örültem, meg hát nem csak a tengerpartra fog jól jönni. Ilyen vicces ez a termék, most olvasom. Napozó olaj és Horvátországban termesztett sárgarépából és dióból kinyert karotinoid összetevők találhatóak ebben a termékben. Ami tök vicces az az, amit előbb említettem, hogy ugye megyek tengerparthoz és pont Szlovákiában, pont Horvátországban megyek. Úgyhogy oda biztosan vinni fogom. Már van a Biobázától több termékem is, és van ajakbalzsamom is, meg a dezodorukat is nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy ez meg tök jól fog jönni, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, de hogyha sokat vagyok tengerparton, meg a napfényben, de főleg a tengerparton, akkor nem hogy leég a szám, mert az még így nem fordult elő, így teljesen kiszárad itt fenn a felső része az ajkaimnak. Van itt egy légfrissítő spray az Airwick-től, a Beach Escapes neve van, várjunk, próbáljuk már. De jó! Tényleg sárga dinnye meg uborka, de én igazából... Na még egyszer. Na! Én igazából csak a sárga dinnyét érzem. Ja nem, most már van egy kis uborka beütése. Ez most így ennek nagyon-nagyon örülök, mert ilyet szerettem volna vásárolni, és most akkor nem kell. Köszönöm szépen egyébként a DM Magyarországnak, hogy meghívott erre az akcióra. És benne egy mangós. Na, Alexa itt már bontja és rontja. Na jó. Szerintem kaptam egy dezodort, mert voltak ilyen játékok az eseményen. Például googolni kellett 20-szor és közben porszívozni a szőnyeget, amin ilyen műzlik voltak, és akkor választhattál magadnak egy terméket, én ezt a dezodort választottam. Na viszont ez nagyon-nagyon megtetszett, a Palmolive-nek vannak új túlsfürdői, és nekem igazából ez a rózsás. Ez is amúgy most biztos valami divat, az az agyagos túlsfürdős dolog, ez biztos divat most, de itt most a Nivea-nál is ez volt. Ez az agyagos túlsfürdő, és igazából ez rózsás, és nekem ez nagyon-nagyon, ennek annyira kellemes az illata, majd szakoljátok meg a DM-ben. És akkor ugyanaz, ugye ilyen agyagos, viszont aloe verás. Ennek is jó illata van, de ez sem az, amit én így leemelnék a polcról. Amúgy tökre aloe vera, tehát hogy így más nem is érzek rajta. Még van egy pár dolog, úgyhogy tartsatok ki. A Knife-tól kaptam egy fürdőkristályt citromfűvel, aminek az a neve, hogy tökéletes kikapcsolódás. Mondták, hogy hát ez rám ez
így passzol. Mondtam is, hogy hát igen, amennyit dolgozom. Van itt három body wash, van egy levendulás, egy mandula virágos, meg egy mécseng nevű virág, ami nem tudom, hogy mi magyarul. Meg egy mélyrelaxáló fürdőolaj, ó, ez is nagyon jól hangzik. Mélyrelaxáló fürdőolaj, természetes éterikus pacsuli olajjal. Úristen, ez ilyen kék? Vagy csak az üveg? Nem, a termék is... Szerintem a termék is kék. Uramisten, ennek gyönyörű kék színe van. Ez... Hú. Egy kutyusos Baleás limitált kiadású, egy kis pág van rajta. Ez egy arctisztító kendő, ugye sminkre is, meg mindenre használható. Ezeket amúgy alapjáraton nagyon szeretem a Balától. Van itt egy tusfürdő, ez egy számomra új márka volt, tehát hogy én még nem hallottam róla. Az Alverdétől itt van egy mandarin és vaníliás habfürdő. A Lovely-tól ez egy arcmaszk, manuka méz kivonattal. Itt-től még szintén nem használtam nagyon semmit. Itt van egy kézkrém, ami mindig jól jön, ez a DM-nek a saját márkás kézkréme. Vagy nem, de. Nálam egy ilyen kézkrém az így egy hónap alatt elfogy. Nálam a kézkrém az mindig nagyon fontos, mert extrém száraz a kezem, már évek óta bármit csinálok, bármilyen kézkrémet használok. Nincs rá megoldás, de tényleg állandóan most is nagyon száraz. Itt egy körömlak, amit én nem fogok használni, mert nekem mindig ugye gélkörmöm van. Viszont anyukámnak majd odaadom, mert nagyon jól néz ki. Van itt egy rózs, amit szintén ú de jól néz ki. Azt akartam mondani, hogy nem az én színem, de ezt most így kitekertem, és megláttam, hogy milyen gyönyörű matt. 483-as árnyalat, hogyha valakit érdekelne. Mint a régi szép időkben. Így mutatom. Úristen, rég nem mutattam már valamit így. Ettől a beauty vonaltól már nagyon eltértem. Nagyon finom az illata. Van itt egy Balázs avokádós és mézes szövetmaszk. Ezt a fajta terméket már nagyon sokszor megvásároltam, csak mindig más. De finom, még így is nagyon érződik a kis kókuszos illat. Ez egy kókuszos, igazából ez egy ilyen univerzális krém, én ezt is a kezemre szoktam használni. Szerintem én már háromszor vettem ilyen terméket, csak nem pont kókuszosban. És akkor van itt egy férfiúknak való, nem tusfürdő, hanem testápoló, szantálfa kivonattal és seavajjal. Elég finom az illata. Ezt majd adom Ákosnak, a menedzserem. Nincs kinek adnom ezeket, van itt még valami. Nincs kinek adnom ezeket a dolgokat, úgyhogy neki fogom adni. Ó, ez micsodi. Van itt egy trendi tápos arany cuki muki dolog. Na, ha ez USB, akkor én elájulok. És USB, nem ájultam el, de uram Isten. És akkor az utolsó termékcsalád, a Veet, amitől igazából ez is nagyon jól fog jönni, ez a táska, ezt is ilyen beach bagnek tudom elképzelni. A Veet termékeit már használtam, de nem olyan sokszor. Szóval van itt egy cukorpaszta szerintem. Én soha nem használtam ilyen dolgokat, de most kipróbálom majd. Lehet, hogy kellene ilyen tesztvideót készítenem, mert én még soha nem használtam, és lehet, hogy jó ötlet. Írjátok meg kommentben, ha szeretnétek-e, ha ilyen tesztvideót készítek, de már most félek ettől. Ez ilyen cukorpaszta lesz. Zuckerpaszt. Ennyit én is tudok németül. Itt van egy hideg gyanta szalag. 12 hideg gyanta szalag. Szőrtelenítő krém. Viszont ez érdekes. A spatula ívelt fejt használva osztasz el a Veet krémet egyenletesen a teljes szőrzetre.
Majd hagyja a krémet a bőrön 5 percig, és a spatula segítségével óvatosan távolítson el egy kisebb testfelületet a krémből. Ebben csak az a nem jó, szerintem, hogy így hagynod kell, hogy valójában kiszőrösödj, mint egy majom. De ez, nagyobb bajom nincs ezekkel a termékekkel, csak mindig az, hogy hagyni kell. És hát nem mindig jó, amikor így mondjuk szoknyában mennék valahova, hogy így... Ja, hát én most csak izé... Tudod, most a vít miatt szőrösödöm. Készítek egy kávét, és most fogok egy kicsit szerkeszteni képet, meg videót. Meg ki kell mennem a városba elkészíteni egy képet, szintén, úgyhogy meg találkozom Flór Tomival, amiről már el is feledkeztem, úgyhogy most összepakolom neki a cuccait. De bocs, ez magyaros, ez az újdonság, ez a light, ami ott fenn van. Igen, magyaros. Igen, szóval cukormentes. Akkor egy olyat kérek. Jeges kávét kértem, és ilyet kaptam. Hoztam neked olcsit amúgy. Mit hoztam? Kérség. Köszönöm. Mi a hajat? Nem csak a... visszahoztam, mi az enyém. Nem amúgy. Hát most akartam off-routine tartani, köszönöm. Na jó, én meg befejezem a mondatot, hogy jeges kávét kértem, tudod, a magyarosat, és kaptam meleg kávét, először is nem elvitelre, és először is nem mandulatejre, úgyhogy off-okban voltunk, 10 percet álltam a kosztában. Ez nekem is volt. Már próbálja a lány az ajcsit. Jó? Aha. Nagyon jól illatom. Ugye? Most az van, hogy megnézzünk egy Veggie Burger nevezetű helyet. Én még nem voltam ott. Mi már ettünk vegán burgert. Én is, meg ő is, meg együtt is ettünk. Nekem nagyon ízlett, úgyhogy erre most nagyon kíváncsi vagyok. Az egyetlen dolog az, hogy mindig a pad thai felé húz a szívem sajnos, de most már leszokóban vagyok, úgyhogy igen. Nem tudom, mikor fogok leszokni. Ja, az nem olyan jó, mint a pad thai. Hát a pad thai az lényegesen a legjobb. Itt is lennénk. Megérkeztünk. Hát jól néz ki. De nem úgy volt, hogy már nem kajálunk ki? Így néz ki a kis veggie burger. Nem is ízik, csak érdemes. Ez a gombás, ez csak jó. Indulok edzeni. Ilyen félkomással, mert 3 órát aludtam körülbelül. És viszem ezt a kis kamerámat, mert a nagyjal elég ciki lenne. Meg akartam mutatni az edzőruhámat, ami Gökör Krisztinek a saját edzőruha márkája. Megyek, mert itt mindenki hülyének néz, úgyhogy megyek az Aldiba. Na most értem haza az edzésből, és igen, megint a burnos póló van rajta. Igen, mindenki belém köthet, azért, mert egy póló van rajtam, mint a Moleskör videón állna, mindegy. Esett az uborkám az üzletben. Végül nem az Aldiban voltam, hanem a Primában, úgyhogy nincs proteinkenyerem, így az egész menüm változott, csirkesalit fogok készíteni. Amúgy nem ezt akartam, mindegy. Szóval lejtettem az uborkát a földön, és a néni rágyúrt, és így vitte magával, nem mondom, mindegy. Vettem, hogy a csirke mellett ezt egyből meg is csinálom, egy ilyen fit sonkát, tojást, egy zéro üdítőt, meg egy vizet. Akkor vettem ilyen rice up rizspuffit. Ja, ez a kedvencem, ez a light mozzarella mini, és a két uborka, amire a néni rágyúrt. Meg is puhult amúgy.
vagy ez már puha lehet, tehát mindegy, de vitte magával, mondom, kilométereken át, még én futottam az uborkám után. Na jó, hát én mindig csinálok ilyen vicces akciót, úgyhogy mi lesz, hogy a csirkehúsit ilyen mézes pácban, ja nem, hülye vagyok, mustáros pácban, nem mézes, mustáros csirkés, fűszeres pácba fogom elkészíteni, amúgy semmi érdekes. Hát én nem szoktam külön azzal bajlódni, hogy bepácolgatom itt a húst, tehát nem tudom. Van itt egy kis kókuszolaj alatta, és ugye, ja, valaki írt, és ugye mustár, egy kis rozmarin, egy kis ilyen fűszer, sódabor, tényleg nagyon kevés, mert nem nagyon szeretem, és ja, hát nálam ez a pác, ez ilyen gyors pác, és már sütöm is ki, tehát hogy én nem szoktam ezzel tökölni, nem is kell egy külön tányért összemasszatolni vele, tökéletes. Mert itt van az ebédem, most lett kész, ugye van itt egy kis light mozzarella, egy kis uborka, mindenhez veszek uborkát, és maradt egy kis tegnapról, azt hiszem tegnapról maradt egy kis sült, ilyen zöldségem, és egy nagyon pici zéró vagy cukormentes, vagy akárminek nevezzük ketchupot fogok enni hozzá, mert higgyétek el, nem ezen múlik, hanem azon a kis csokoládén, amit ezután bevernénk, de nem fogunk, nagyon kevés ketchupot még fogok enni hozzá. A mai utolsó étkezésemnek nevezhető ilyen újonnan nyílt vegán cukormentes, laktózmentes cheesecake üzletecske, és az elsőnek hoztam vörös, milyen? Bársony. Mi az? Red velvet kékes. Ez tök jól néz ki, az enyém meg persze a csok is, de ugyanúgy cukormentes. Nem tudom miért van sapkám, de nem is megy bele a kanál. Ez is nagyon finom. Next one. Köszönök ebből a vlogból, mert nagyon-nagyon hosszúra sikeredett. Most készítettem el a vaníliás, aktivés banánfagyimat. Fú, nagyon jó illata van. Úgyhogy ezt most elfogyasztom, és véget is ér ez a vlog, de ne legyetek szomorúak. Mert tudjátok, legközelebb találkozunk, addig is legyetek jók, és legyen szép napotok. Sziasztok! Tudod eltalálni, de a napszemüvegből szerintem ez pont a méretben lesz. Robert? Köszi, hogy kinevetsz. Ja, nem. Ezt már magamon is. Figyelj, ez esküszöm meg. Nézzük, hogy mit adott Tomi. A mai videóban átveszem Tominak a szerepét, Tomi énjét, kvázi, és egy